energiaveszélyhelyzetet hirdetett a kormány Magyarországon, és a családok védelme érdekében 7 pontból álló intézkedési tervet fogadott el. Ennek értelmében augusztus 1-től csak a lakossági átlagfogyasztás mértékeig biztosítják a rezsicsökkentéssel limitált gáz- és áramárat. Ez a villany tekintetében 210 kWh-t, míg a gáznál 144 köbmétert jelent havonta. Stábunk a járókelőket kérdezte meg, hogyan érinti őket ez a bejelentés. Érzékenyen, igen. Főleg a gázos része. Nagyon nem esik jól, senkinek nem esik jól. Hát én nyugdíjas vagyok, én azt gondolom, hogy én beleessem abba, ami még támogatott. Úgyhogy az enyémet nem hiszem, hogy megemeli, de hát még nem jártam utána, de utána fogok járni. Volt olyan is, aki már utána nézett, és biztos benne, hogy az ő életébe ez nem hoz változást. Tehát én az átlagfogyasztás alatt vagyok, úgyhogy engem nem érint. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai kormányinfón úgy fogalmazott, az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók miatt Európa egészében drasztikusan emelkednek az energiaárak, és az elmúlt napokban az is világossá vált, hogy nagy valószínűséggel a jelenlegi állás szerint Európában nem lesz elég gáz az őszi és téli fűtési szezonra. Össze kell fognunk, és azt is világossá kell tennünk, hogy aki az átlag felett fogyaszt, azt arra kell kérnünk, hogy mérsékelje a fogyasztást, vagy pedig fizesse meg a piaci árat, annak érdekében, hogy a rezsicsökkentés fenntartható legyen, és az országnak legyen elég energiája télen. Ma a gáztározók töltöttsége 44%-os, ez a mennyiség körülbelül 3 hónapig biztosítja az ország teljes gázellátását. A cél az, hogy a lehető legtöbb gáz álljon rendelkezésre.